A bíróság előtt álló központi kérdés az, hogy az elnököknek van-e mentességük a bűncselekmények alól, és meddig terjed. A bírósági döntés nem csak Trump volt elnökre, hanem a jövőbeli elnökökre is hatással lesz. A volt elnök ügyvédje megpróbálta meggyőzni a bírákat, hogy nem lehet büntető jogi felelősségre vonni az elnököt az elnöksége alatt elkövetett hivatali cselekedetei miatt. Trump ügyvédjének feltett kérdések középpontjában az állt, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a hivatalban tett magán és hivatalos cselekedeteket. A különleges ügyész felhívja a figyelmet, hogy még ha úgy is döntenénk, hogy a hivatali cselekményekre vonatkozóan valamiféle mentesség áll fenn, a vádiratban elegendő magánjogi cselekmény szerepel ahhoz, hogy az ügy tárgyalását azonnal megkezdjék. Ha törlik a hivatali részt a vádiratból, de milyen alapon is, úgy értem, ez olyan, mint egy egylábú szék, nem igaz? Pénzt adni valakinek nem megvesztegetés, ha csak nem kap cserébe valamit. Sonia Sotomayor bírónő elmondta, az alapító atyák fontolóra vették, hogy a mentességet az elnökök számára lehetővé tegyék, de végül elvetették. A kormányzóknak bizonyos büntetőjogi mentességet biztosítottak az állami alkotmányok, de nem került gyakorlatba. Ehelyett elfogadtak egy záradékot, amely alapvetően azt mondja ki, hogy az elnököt nem lehet eltávolítani hivatalából, csak szenátusi tárgyalás útján, és csak ezután emelhetnek vádat ellene, vagy vonhatják büntető jogi felelősség alá. Michael Dreeben, az igazságügyi minisztérium ügyvédje ugyanezt az érvet hozta fel. A törvényalkotók kidolgoztak egy rendszert a hatalommal való visszaélések ellenőrzésére. Különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a hivatalban gyakorolt hatalmat magáncélokra használják. Szerinte nincs szükség abszolút mentességre, mert az ehhez szükséges védelem és a jogi biztosítékok már léteznek. A jelenlegi rendszer egy olyan gondosan kiegyensúlyozott keretrendszer, amely védi az elnököt, de nem ad büntető jogi mentességet az alkotmányosság kárára. Az elnökségre nézve, az elejétől fogva ez volt a megfontolás, és később is, a Watergate-en keresztül egészen napjainkig. A konzervatív bírák megkérdőjelezték, hogy a meglévő biztosítékok valóban megvédik-e az elnököt a rossz indulatból motivált ügyészekkel szemben. Nem támogatunk egy olyan rendszert, amely szerintünk eleve rossz hiszemű politikai indítatásból, megfelelő bizonyítékok nélkül büntetőeljárásnak tenné ki a korábbi elnököket. Egy politikai indítatású büntetőeljárás sérti az alkotmányt. Még nem világos, hogy mikor születik döntés az ügyben, talán június végén vagy július elején. Caitlin Burke, CBN News, Washington.